Sabine Ebert, a bába titka, 21. rész. Landsberg vára, Lipcse mellett. Hé, te ott, mit keresel itt? Márte összerezzent, és gondolatban elátkozta elővigyázatlanságát, és Dietrich Örgróf őreit, akik ilyen közel Hedwig lakosztályához észrevették őt. Az egész eddigi utat megtette épségben, eltekintve attól, hogy minden porcikája sajgott a csökönyös szamáron való utazástól, és egy röviddel a cél előtt meg kellett szöknie néhány tolvaj elől, akik maguknak akarták a szamarát. Könnyen bejutott a várba is, apró mutatványokkal szórakoztatta a szolgálókat, amelyeket Józefa tanított neki, mielőtt útnak indult, és azt is kiderítette, hogy hol van Hedwig szállása. Most pedig alig néhány lépésnyire a céljától ez a két fickó keresztbe húzza a számításait. A lány lassan megfordult, megpróbált ártatlanul nézni rájuk, és mélyebb hangon azt mondta. Bizonyára eltévedtem, az illem helyet kerestem. Egy ilyen előkelő várban csak nem pisilhetek a palánk mellé. Az idősebbik őr, egy himlőhelyes, bozontos, vörös szakállú fickó, bizalmatlanul méregette a lányt. Szinte érezni, ahogyan forog az agya, gondolta Márte ijedten. Vajon elhiszi a szavait? És pont itt keresett Hedwig úr hölgy szobája előtt. Micsoda egy hazug népség vagytok, ti mutatványosok! A ragyás arcú Márta felé lépett, és intett a társának. Gyerünk, kötözd meg a kezét, azután vidd a fickót a parancsnokhoz. Csodálkozni fog, hogy kit találtunk itt. Urunk bátyjának igaza volt, hogy idehozatta a feleségét. A másik őr összekötötte Márta csuklóit a háta mögött. Óriási bajba kerültél, és a szép Hedwig is, morogta a férfi. Várjatok! Kiáltotta a lány, amikor előre lögdösték. Hiszen csak az egyik szolgálójához akartam bemenni, Suzanne a neve. A himlőhelyes arcú őr megállította a másikat, és a folyosó végén lévő ajtóhoz ment. De nem sokára dühösen visszajött. Ez a fickó bolondnak néz minket, itt a tömlöcbe. Ez a Suzanne még rám is ripakodott, hogy ő erényes asszony, és nem találkozik titokban ilyen szélhámosokkal. Félreértésről van szó. Mondd meg neki, hogy Mártétól hozok neki üzenetet, kiáltotta hangosan Márte abban a reményben, hogy Suzanne is meghallja. De az ajtó zárva maradt. Az őrök előre rögdösték a lányt le a lépcsőn át az udvaron, a kőből készült őrtoronyig. Félúton a parancsnokukért szembe velük. Az őrök büszkén mutatták meg neki a foglyukat. Hedwig grófné szobái körül szaglászott. Szerencsére elkaptuk, mielőtt besurranatott volna, és szégyent hozhatott volna a hölgyre. Még ne vigyétek le, hanem inkább az őrszobába, utasította őket a parancsnokuk, aki olyan átható pillantást vetett Mártéra, hogy a lány hátán végigfutott a hideg. Később magam hallgatom ki, de jól vigyázzatok rá, senki sem nyúlhat hozzá, a ruháira majd később sorsot vetettek. A parancsnok utolsó szavaira Márta összerezzent. Ennyire nem gondolkodott előre. Remegni kezdett a lába a gondolatra, hogy mi történik majd, ha az őrök rájönnek, hogy valójában egy nővel van dolguk. Az egyik őr durván meglökte a lányt. Gyerünk, nem jut eszedbe egy ideillő dal? Gúnyolódott. Egy szűk helyiségbe vezették az őrtorony első emeletén. Csak egy apró ablakon szűrődött be a fény. A bejárat előtt a ragyás arcú őr állt, aki nem tévesztette szem elől Mártét. Márta leült, és erőtlenül nekidőlt a falnak. Komor gondolatok jártak a fejében, míg végül átadta magát a reménytelenségnek. Mindennek vége. Miután az őrök kitöltötték rajta a kedvüket, az egyik tömlöcben fog elpusztulni, anélkül, hogy Hedwig sejteni, hogy egyáltalán itt van. Raimond és Lukasz hiába várnak majd rá. Bármit is terveznek Krisztián barátai a lovak kiszabadítására, el fognak késni. Márte már nem hitte, hogy a lovak még él. Krisztián halott, és a falu fölött Randolf fog uralkodni. Mi értelme van, hogy tovább éljen? Fáradtan lehúnyta a szemét, esetleg még megkockáztathat egy támadást a parancsnok ellen, vagy egy szökést, hogy legalább gyors halála legyen. Sokáig tartott, mire visszaért az őrség parancsnoka. Elküldte az őrt, bezárta maga mögött az ajtót, és Márte felé indult. A lány lassan felállt. Egyenesen állva akarta átélni azt, ami most következett, ameddig még egyáltalán állni tud.
Nem akarod elmondani, hogy ki és mi vagy valójában? Kérdezte a férfi parancsolásos szokott hangon. Hilarius vagyok, utazó énekes, válaszolta Márte. A parancsnok Ferdér rávigyorgott. Csak egy valamit tudok, utazó az nem vagy. Még mielőtt Márte válaszolhatott volna, a férfi felhajtotta a lány tarka köpenyét, és a vászonkendőkkel szorosan körbetekert keblére mutatott. Talán inkább egy utazó felesége, nem igaz? A férfi a fejét csóválva leült egy zsámolyra, és onnan nézte megrémült fogját. Lányom, mi volt a terved? Kérdezte a férfi, szinte atyáskodó hangon. Azért szöktél meg, hogy a kedveseddel találkozz? A férfi tekintete szigorúvá vált. Tudod, mi a büntetése ennek? Mit gondolsz, mi lesz, ha az őrök rájönnek, kivel állnak szemben? Senki sem törődik azzal, hogy mi történik oda lenn a tömlöcökben. Szóval jobb, ha elmondod az igazságot, majd utána döntök a sorsodról. Márte elvetette a gondolatot, hogy a parancsnokra támadjon, hogy az megölje őt. Ehelyett lázasan gondolkodni kezdett, hogy mit válaszoljon. Sürgősen be kell jutni a Hedwighez, a parancsnok pedig nem elégszik meg, majd tessék-lássék magyarázatokkal. Mély lélegzetet vett, és belekezdett. Fontos hírt hoztam az ura és Hedwig grófné részére, Otto őrgróf és egy derék lovag élete függ ettől. A parancsnok meglepetten nézett rá. Futár lennél? Az Isten szerelmére ki hiszi ezt el neked? Mióta végeznek asszonyok ilyen feladatokat? Igazat mondok, könyörgött Márte. Felpattant az ajtó, belépett az őr, aki foggyulejtette Mártét, és valamit súgott a parancsnok fülébe. Az röviden felpillantott, aztán kiment. A fogoly itt marad, senki sem mehet be hozzá, utasította az őrt, kifelé menet. Márte kétségek és remény között maradt ott. Nem sokkal később Márte mutatványos ruhájában és megkötözött kezekkel térdelt Dietrich von Landsberg, Ostmark őrgrófja előtt. A parancsnok visszaérkezve szó nélkül a palotába kísérte a lányt. Az őrgróf az őrség parancsnokának kivételével mindenkit kiküldött, és szigorúan a lányra nézett. Márte szíve hevesen dobogott, lopva a grófra pillantott, akinek kezében volt az ő, és talán Krisztián sorsa is. A würzburgi udvari fogadónapon már látta egyszer Otto öcsét, amikor 100 ország hercegének többi ellenségével együtt a császár színe elé lépett. 10 évvel lehetett fiatalabb Ottónál, vékonyabb és kecsesebb mozgású volt. Mindez, valamint a férfi arányos vonásai és sötét, válligérő haja, Mártét távolról Krisztiánra emlékeztették. Susanne mesélte neki, hogy Dietrich sok időt töltött a császár udvarában, és több itáliai hadjáratra is elkísérte. Teljes eleganciával ismerte az udvari viselkedést, de kifürkészhetetlen arcvonása mögött a lány megérezte a Krisztiánra is jellemző szenvedélyességet. A lány csak remélni merte, hogy nem rá irányul a haragja. Azt állított, hogy fontos híreket hoztál nekem, szólalt meg a férfi szigorúan. Azonban fontos hírekkel általában nem férfi ruhába öltözött fiatalasszonyokat küldenek. Te is tudod, hogy milyen büntetést ír elő a törvény az ilyen esetekre. Márte még jobban összeomlott. Igen, ura, kérem, bocsásson meg! Azután egyenesen a gróf szemébe nézett. Ez az üzenet fontosabb, mint az életem. Nem láttam más lehetőséget rá, hogy átadjam kegyelmednek és Hedwig úrnőnek. Ha női ruhában utaztam volna idáig Meissenből, akkor valószínűleg nem értem volna el a váradba. Egyedül jöttél idáig Meissenből? Kérdezte meglepődve az őrgróf. Nem volt egyetlen férfi sem, aki átadhatta volna az üzenetet, ha már ennyire fontos? Fontos és bizalmas, egészítette ki Márte. Mindent újra kockára kellett tennie azzal, hogy elmeséli az egész történetet a grófnak. Abban reménykedett, hogy bízhat a megérzéseiben. Márte a nevem, a Krisztiánsdorfi bába vagyok, kezdett bele a lány, de nem tudta folytatni. Márte! Szólt közbe Dietrich, és előrehajolt, hogy alaposabban szemügyre vegye a lányt. Az a Márte, aki megmentette a sógornőmet a mérgezéstől, és a keresztfiamat a láztól. Márte csodálkozott, hogy Dietrich tud mindenről, de egyben meg is könnyebbült és fellélegzett. Igen, uram, akinek látomásai vannak? Márte habozott a válasszal. 3 nappal azelőtt, mint boszorkányt, még agyon akarták verni emiatt. Dietrich azonban nem várta meg a válaszát. Ez komolyabbá teszi az ügyet.
A gróf a parancsnokhoz fordult. Kérjétek meg Hedvig úrnőt, hogy sürgősen jöjjön ide, egyedül. Előtte azonban vegyétek le a köteleket erről a fiatal lányról. Jól döntöttél, hogy elém hoztad őt. A férfi röviden meghajolt, és engedelmeskedett a parancsnak. Miközben Márte lopva megdörzsölte a csuklóját, hogy felfrissítse a vérkeringését, Dietrich némán figyelte őt. Márte lesütötte a szemét, de tudta, hogy alapos vizsgálatnak vetették alá. Hedvig gyorsan megérkezett, udvariasan köszöntötte a sógorát, és meglepetten pillantott a mutatványos ruhába öltözött alakra, aki a gróf előtt térdelt. Azután felismerte Mártét. Jóságos ég! Szaladt ki a száján, de azonnal el is hallgatott. Ismeri ezt a lányt, nővérem? Kérdezte Dietrich. Hedvig ebből már sejtette, hogy Márte bajban van. Igen, és bármit követett is el, kérem, kegyelmezzen meg neki, az adósa vagyok. Többször is megmentette az életemet, és a kegyelmet keresztfia Dietrich életét is. Az őrgróf elégedetten bólintott. Foglaljon helyet mellettem, és hallgassuk meg együtt a híreket, amelyeket hozott. Az őrgróf parancsára Márte beszámolt a Christiansdorfban történt véres eseményekről. Bizonyítékunk van rá, hogy Krisztián ártatlan, és nem próbált meg elszökni, hanem Randolph várában tartják fogva, mondta a lány. A kétségeit arra vonatkozóan, hogy Krisztián egyáltalán éle még, megtartotta magának. A lány szavai hallatán Hedvig és Dietrich tekintete elkomorult. Amikor azonban Márte odáról kezdett beszélni, nem kellett sok hozzá, hogy Dietrich felpattanjon a meglepetéstől. Van rá bizonyíték, hogy oda Oroszlán Henrik kémje? Faggatozott az őrgróf. Egyelőre csak az énekes vallomása, de bizonyára találunk más bizonyítékokat is, különben miért küldtek volna rá bérgyilkosokat? Válaszolta óvatosan Márte. Dietrich intett neki, hogy álljon fel. Ez a Krisztián, az a fiatal lovag, a vad almásderes lóval, aki a keresztfiamból és a fiamból olyan kitűnő lovagokat faragott? Kegyed megbízik benne? Fordult Dietrich Hedvighez. Teljesen, hűséges hozzánk és makulátlan erényű lovag. Soha nem lopná meg a hűbér urát. Megvédett, amikor Henrik csapatai ránk támadtak. A férjem pedig a lovag bölcs és megfontolt cselekedeteinek köszönheti, hogy most élvezheti az ezüstbányászat bevételeit. Hedvig habozott egy pillanatig. Randolph és Krisztián évek óta halálos ellenségek. Végül is ez volt az oka annak is, hogy a férjem kegyelmethez küldött. Hedvig tudatosan kerülte a száműzött szót, hogy ne sértse meg a sógorát, azonban hangjában érződött a keserűség, amikor folytatta. Többször is megjósoltam a bátyának, hogy vérontásra kerül majd sor, ha Randolph kezére adja a riválisát, és megmondtam neki, hogy gyalázatos dolog ezzel hálálni meg Krisztián szolgálatait, amelyeket hűbéresként tett Ottónak. Most bekövetkezett a baj. Hedvig újra megakadt, majd szinte könyörögve pillantott Dietrichre, akinek arcvonásai semmit sem árultak el. Ottó már nem hallgat rám, tökéletesen Randolph és Oda befolyása alatt áll, akik most már ettől kell tartanunk, Ottó minden lépését és gondolatát Oroszlán Henrik parancsai szerint irányítják. Ezt nem engedheti meg. A két asszony kétségbe esetten is némán várta, hogy dönt Ostmark őrgrófja. A külső szemlélő nem is sejthette, hogy mi játszódik le Dietrichben. Még ha legalább olyan temperamentumos volt is, mint a bátyja, a császár udvarában töltött évek alatt megtanulta, hogy elrejtse a gondolatait. Ottó bolond, azóta ez járt a fejében, amióta a bátyja elküldte hozzá Hedviget a kislányával. Mindig is irigyelte testvérét a felesége miatt, aki nem csak szép, hanem okos is volt, és hűséges a férjéhez, pedig Ottó ezt egyre kevésbé érdemelte meg. Saját felesége, a lengyel király lánya, Dobronega a töredékét sem mutatta felé annak a ragaszkodásnak és odaadásnak, amelyet Ottó Hedvigtől megkapott az elmúlt években. Dobronega böjtöléssel és imádsággal töltötte a napokat, miután kötelességtudóan egy fiút és egy lányt szült Dietrichnek. A házasságuk politikai kényszerből köttetett, hogy megvédjék a tartomány keleti határait. Dietrich már régóta nem tudta elviselni a különben szenvedélymentes Dobronega örökösen szemrehányó arcát és szenteskedését. Dietrichnek is voltak kalandjai és egy törvénytelen fia, akit elismert és egyházi pályára terelt. De Hedviggel az oldalán
Soha nem engedte volna meg magának, hogy olyan szerelmes bolondot csináljon belőle valaki, mint oda a bátyjából. Dietrich nem kételkedett Márta szavaiban. Dietrich többször találkozott már Krisztiánnal, és becsületes embernek tartotta. Ismerte a hírét, hogy derék lovag és tehetséges kardvívó, és örült, hogy már az Otto udvarában eltöltött aprótkodása alatt sok mindenre megtanította a fiát, Konrádot. Mindez egyszer majd harc közben megmentheti a fiú életét. Dietrich azt is tudta, hogy Krisztián egyszer közvetlenül az ellenség táboráig is elmerészkedett, hogy leleplezze a bátyja jósát, mint kémet, akit azután Otto ostoba őrei futni hagytak. Elkerülhetetlen volt, hogy egy ilyen ember ellenségeket szerezzen magának. Értékes ember lehetett azonban a lovag, ha ez a fiatal nő, aki most előtte állt, és olyan kétségbe esetten könyörgött ura megmentéséért, magára vállalta ezt a sok veszélyt. Amikor Dietrich meglátta a ragyogást a lány szemében, azt kívánta, hogy egyszer őt is úgy szeresse valaki, ahogyan Márta szereti Krisztiánt. A palota csendjét, mintha mennydörgés verte volna fel, amikor Dietrich tudtukra adta döntését. Nem avatkozhatom bele a bátyám döntéseibe, amelyek Krisztiánt és a falu sorsát illetik, de ha fennáll annak a veszélye, hogy oda Oroszlán Henrik kémje, akkor le kell lepleznünk őt. Braunschweigben megbízom az egyik kémemet ezzel a feladattal. Talán, könnyed mosolyjal Hedvig felé fordult, néhány hű lovagjuk nyitva tarthatná a szemét Otto közelében. Hedvig bólintott, miközben Márta nem tudta, hogy megkönnyebbülhet-e, vagy aggódnia kellene. Az őrgróf hitt neki, de arról nem beszélt, hogy visszaküldi-e a töblöcbe. Mindenek előtt pedig semmit sem akart tenni Krisztián megmentéséért. Mielőtt a grófné megszólalhatott volna, Dietrich hívatta az udvarmestert, aki olyan gyorsan ott termett, mintha már az ajtó mögött várakozott volna. Holnap korán reggel vadászatot rendezek, de csak kis társaságnak, készíts elő mindent! Az udvarmester meghajolt, és ugyanolyan gyorsan távozott, ahogyan érkezett. Hedvig felhúzta a szemöldökét. Most akar kegyelmed vadászatra menni? Dietrich tökéletesen uralta az arcvonásait, de Márta és Hedvig is észrevettek rajta egy apró mosolyt. Igen, dél felé. Előfordulhat az is, hogy ennek a Randolfnak a birtokain meglátok egy nagy szarvast, és megkérem a várurat és kíséretét, hogy kövessenek. Dietrich ezután Mártéra nézett. Így Krisztián és barátai majdnem egy egész napot nyernének arra, hogy egy rajtaütéssel kiszabadítsák a lovagot a börtönből. Márta térdre ragyott, és közeledet akart mondani. Az őrgróf azonban egy intéssel megállította. Oda lépett a lányhoz, elvette tőle a furuját és a csörgősipkát, és a tűzre dobta őket. Először is meg kell szüntetnünk ezeket az erkölcstelen állapotokat, szólalt meg Dietrich szigorúan. Öltöz fel illendően, és csak akkor kerülj újra a szemem elé. A többi maskarát is dobd a tűzbe. Semmi nyoma nem maradhat a várban a foglyulejtett mutatványosnak. Márta rossz lelkiismerettel nézte, ahogyan a ruhák a lángok martalékává válnak. Krisztián vajon dühös lesz, hogy utolsó emlékei az apjától miatta semmisültek meg? Aztán rádöbben, hogy új remény támad rá, hogy viszont lássa a lovagot. Zavartan követte Hedviget, aki utasította, hogy egy szobában várjon rá. Nem sokkal később nyílt az ajtó, Susanne értetlenül bámulta Márta ruháját és álligérő haját. Te vagy a mutatványos? Azután a földre dobta a ruhákat, amelyek a karján lógtak, és hevesen megölelte Mártét. Istenem, ha tudtam volna, bajba sodortalak, ugye? Annyira sajnálom. Márta boldogan viszonozta az ölelést. Minden jól alakult, ne aggódj! Azután a lány levette a mutatványos maskaráját, és belebújt a ruhába, amelyet Susanne hozott neki. A barátnője segített neki a haját egy kendő alá bújtatni úgy, hogy senki se vegye észre, milyen rövidre van vágva. Azután visszavezette a palotába, ahol Dietrich és Hedvig már vártak rá. Másnap, rögtön a mise után, még reggeli előtt útnak indultak. Sürgette őket az idő. Dietrich négy hűséges és titoktartó lovagját választotta kíséretül, a leggyorsabb és legerősebb lovakkal. A kísérethez tartozott még két apród is, akik elég könnyűek voltak ahhoz, hogy felváltva vigyék lovaikon Mártét anélkül,
hogy az állatok túl hamar kifáradnának és feltartanák a csapatot. Az őrgróf azt tervezte, hogy 2 nap alatt elérik Randolph birtokait. Márta elmondása alapján tudta, hogy Lucas és Raymond ott akartak találkozni, hogy egyedül induljanak Randolph várához, ha Márta 1 fél nap elteltével nem csatlakozik hozzájuk. Dietrich az indulás előtt udvariasan elnézést kért Hedwigtől, hogy egyedül kell hagynia a Landsbergi várban. Bár az asszony sokkal szabadabban mozgott, mint ahogy Otto meghagyta, egy dologban Otto parancsai egyértelműek voltak. Hedwig nem hagyhatja el a várat. Ha Isten is úgy akarja, akkor nem sokára elhozzuk kegyednek a szabadságot, mondta Dietrich meleg mosollyal, miután Hedwig áldását adta a tervükre. Hedwig csendes beleegyezéssel mosolygott vissza a férfira. Suzanne 2 fegyveres kíséretében mely szembe lovagol majd, hivatalosan, mert Hedwig elbocsátotta a szolgálatából. Valójában azonban Suzanne feladata az volt, hogy hallgatózzon a várban, és tartsa szemmel odát, ha a nő visszatér Ottóval. A kovács segéd feleségekért könnyen talál majd új munkát a várban, talán éppen oda közelében. A lovasok sebesen haladtak délfelé, csak az apródnak, aki Mártét vitte a nyergében, akadtak problémái a nehéz paripa irányításával. Márta szomorúan gondolt vissza Lukászra és a fiú ügyességére a lovak kezelésében, melyet az apród részben Krisztiánnak köszönhetett. Vajon hol lehet most Lukász? Vajon nyomára akadt Otto kíséretének? És vajon engedélyt kapott Raymondtól, hogy Geró és Richard társaságában hazalovagoljon? Márta buzgón imádkozott Krisztián életéért és azért, hogy senki se sérüljön meg a barátaik közül a lovak kiszabadításakor. Azon az éjjelen Márta újra rémálomra riadt fel, amelyben a lovagot látta egy börtöncellában összekuporodva. A lány azóta újra érezte a jobb halántékában lüktető fájdalmat. Az őrgróf Krisztiánhoz hasonlóan született lovas volt. Nyoma sem látszott rajta a fáradtságnak, szemében kalandvágy ragyogott. Ám ezek mögött Márta felismerte a sürgető vágyat is a gonosz intrika leleplezésére. Ha Dietrich őrgróf valóban annyira tiszteli a lovagi erényeket, ahogy beszélik róla, akkor bizonyára visszataszítónak tartja Randolph tetteit. A család becsületének megóvásához pedig bizonyítékokra volt szüksége oda Braunschweigi kapcsolatairól, hogy megszüntethesse Oroszlán Henrik befolyását a bátyjára. Röviddel alkonyat után értékel Raymond majorságát. A terhessége vége felé járó Elizabeth csodálkozva és boldogan köszöntötte a váratlan vendégeket. Üdvözlő italt hozatott, amelyet személyesen nyújtott át Dietrichnek, és utasította az istáló szolgákat, hogy gondoskodjanak a vendégek lovairól, a szolgálóknak pedig hamar vacsorát kellett készíteniük. A férjem sajnos még nem érkezett vissza, úgy számolom, legkésőbb holnap reggelre itt kell lennie, ha kegyelmet bátyja engedélyez neki 2 nap szabadságot, mondta Elizabeth az őrgrófnak. Dietrich továbbadta az üdvözlőitalt a kísérőinek, miután nagyot húzott belőle. Köszönjük a meleg fogadtatást, szép hölgy, válaszolta Dietrich. Ha megengedi, itt vágyjuk meg a lovagját és a barátait. Egy kis segítséget akarunk nyújtani neki a következő vállalkozásához, magyarázta az őrgróf, miközben belépett a házba a fiatalasszonnyal. Elizabeth meglepetten felnézett, észrevette magasrangú vendége huncut pillantását, és várta a férfi további magyarázatát. Dietrich azonban kényelmesen elhelyezkedett az asztalnál, és kinyújtotta hosszú lábát, Elizabeth pedig utasított egy szolgálót, hogy azonnal szolgálja fel a vendégeknek a legjobb borukat. Azzal a kifogással, hogy beszélnie kell a szakácsnővel, Elizabeth kísértett Mártéhoz. Hasznosak voltak a tanácsaid, mondta boldogan a fiatalasszony, és gömbölyödő hasára tette a kezét. Mesélj, mi történt? Miért jött ide Dietrich őrgróf? Márta röviden beszámolt a történtekről, közben szörnyű gondolat kínoszta. Mi lesz, ha Raymond megsérül a tervezett mentőakció során? Márta még jól emlékezett Raymond kívánságára, hogy inkább meghal, mint hogy nyomorékként a felesége terhére legyen. Akkor Elizabeth özvegyen marad a gyermekével? Ellesegette magától ezeket a gondolatokat. Raymond tapasztalt harcos volt, és már sokszor kockára tette az életét Otto szolgálatában. Márta sétára indult a birtok körül, hogy megnyugodjon kicsit, és megmozgassa görcsös tagjait. Raymond Krisztiánnal ellentétben gazdagnak tűnt.
A nagy, kőből épült házhoz több melléképület is tartozott. A lány gyorsan rájött Rajmund gazdagságának forrására. A ház mögött istállók és legelők voltak, amelyeken jó felépítésű lovak és számos csikó legelészett. Te ott! Egy fiú harsány kiáltása zökkentette ki a lányt a gondolataiból. Márte megfordult, és egy körülbelül 10 éves szeplős fiúcskát pillantott meg maga előtt, aki azt kiáltotta. Igen, te! Az urak hívattak! Siess! Márte kisémította kék ruháját, amelyet Hedvig hozatott neki, már másodszor, és a kendője alá dugta az egyik kikandikáló hajfürtjét. Azután a házhoz sietett, és megállt a terem bejáratánál, ahol a vendégek kényelmesen elhelyezkedtek egy hosszú asztal mellett. Hívattak? Ülj le közénk, bizonyára éhes és szomjas vagy, és talán tudsz még mondani valamit, ami segíthet nekünk. Invitálta Dietrich a lányt. Márte szorongva közelebb lépett. Minden szokást megsértene azzal, ha olyan asztalhoz ül, amely mellett egy hölgy és egy fejedelem foglal helyet a lovagjaival. Az őrgróf a vele szemközti székre mutatott. A lovagok arrébb húzódtak, hogy a lány leülhessen. Márta érezte, hogy Dietrich őt figyeli, és lesütötte a szemét. Dietrich ezúttal nem kíváncsian nézett rá, ezt világosan érezte. Vajon ma éjjel meg kell fizetni az árát, hogy szabadon engedte őt, és segít kiszabadítani Krisztiánt? Dietrich Örgolf valóban eljátszott a gondolattal, hogy éjszakára magához hívatja a lányt. Csinos lány és szerelemre termett, gondolta az Örgolf. Fiatal özvegyasszony, aki láthatóan nem gyászolja túlzottan a férjét, hanem elsősorban a faluja uráért aggódik. Amit a lovag értett, az bátorságról és titkolt szenvedélyről árulkodott. Dietrich elképzelte, ahogyan Márte alatta fekszik és élvezettel nyögdécsel, miközben ő kényezteti a testét. Azután az őrgróf észrevette, hogy a lány milyen zavartan sütili a szemét, fészkelődik a székén, és tisztességtelen bolondnak tartotta saját magát. A lány tisztánlátó, talán képes a gondolataiban is olvasni? Ez a fiatal nő az elmúlt napokban megjárta a poklot, és a legnagyobb kínokat vállalta magára, hogy segítsen Krisztiánnak és a grófnénak. Láthatóan teljesen kimerült, és semmi másra nem tud gondolni, mint hogy ágyba kerülhessen. Dietrich sajnálkozva ellensegette a gondolatot az éjszakára vonatkozóan, és barátságos mosolyjal a lány felé tolta a sült húsokkal megrakott állat. Egyél, mondta, nehéz napok vannak mögötted. Köszönöm a jóságát, uram, mondott köszönetet halkan Márte, anélkül, hogy a férfira nézett volna. De mielőtt a tálhoz nyúlatott volna, szörnyű fájdalmat érzett, felkiáltott és összeragyott. Csak a balján ülő lovag gyorsasága akadályozta meg, hogy a lány a padlóra zuhanjon. Amikor Márte magához tért, mintha valami ködön átlátta volna meg Elizabeth aggodalmas arcát. Mi történt? Hallatszott oldalról egy parancsoláshoz szokott férfi hangja. Márte óvatosan arra fordította a fejét, és megpillantotta Dietrich őrgrófot, aki aggódva és enyhe bűntudattal nézett rá. Márte visszatért a valóságba, újra érezte, ahogy a rémület végigfut a testén, és megpróbált felkelni. Krisztián, suttogta tágra nyílt szemmel, és visszaanyatlott a párnára, amelyre fektették. Elizabeth óvatosan felsegítette a lányt, és egy porrat emelt a szájához. Idd meg ezt, ettől erőre kapsz. Márte megízlelte a hűvös, erős bort, amilyet még soha nem kóstolt. Egyszerű emberek általában csak hígsört ittak. A lány ivott pár kortyot, megdörzsölte lüktető homlokát, és felváltva Elizabethre és Dietrich őrgrófra nézett. Az uram, Krisztián, szörnyű kínokat szenved, és már nem is érzem őt. A pokolba! Szaladt ki Dietrich száján, aki azonnal elnézést kért a ház úrnőjétől. Az őrgróf emberismeretére hagyatkozott, amikor Elizabethhez fordult. Feltételezem, tisztában van Krisztián lovak helyzetével és a férje tervével. A fiatalasszony bólintott. Krisztián a házunk barátja, becsülete minden kétségen felül áll. Ki kell szabadítanunk őt Randolf kezei közül. Rendben, válaszolta Dietrich, de nem lovagolhatok be csak úgy a bátyám leghatalmasabb vazallusának várába, és nem követelhetem tőle egy szám kivetett szabadon bocsátását, akit ráadásul már halottnak hisznek. Már csak azért sem, mert ahogyan Hedvig úrhölgy és a fiatal gyógyító lány mondta, Randolf bizonyára parancsot adott rá,
hogy ilyen esetben azonnal öljék meg a barátjukat még mielőtt valaki rátalálhatna. A bátyámmal pedig az ismert okokból jelenleg nem beszélhetünk erről az ügyről. Az őrgróf egy pillanatra elhúzta a száját, azután Márta felé fordult. Az álmaid a jövőt vagy a jelent mutatják? Olyan érzés, mint ha átélném a fájdalmaid. Akkor Krisztián vagy halott, vagy pedig eszméletlen, mondta le a következtetés Dietrich, nem törődve a két fiatal nő reakcióival. Randolph valószínűleg a lovak kínzásával tölti az estéit. Ha a barátjuk még életben van, akkor éjjel bizonyára békén hagyják, hogy magához térjen. Az őrgróf döntést hozott. Ha a férje és a barátai holnap délelőtt nem érkeznek meg, akkor útnak indulunk, mondta Dietrich Elizabethnek. Valami majd csak eszembe jut, hogy a körmére nézzek ennek a Randolphnak, még ha össze is veszek emiatt a bátyámmal. Most azonban foglalkozzon kérem ezzel a szárnyaszeget angyallal. Szüksége lesz az erejére. Mindenki megkönnyebbülésére másnap már kora reggel megérkezett Raymond, Gero és Richard Lucasszal. Lovaik izzadtak, ők maguk pedig kialvatlanok voltak, és tetőtől talpig por lepte be őket. Raymond már messziről látta, hogy látogatói vannak. Amikor azonban Dietrich őrgróf lépett ki a házból, Raymond meglepetten térdre ereszkedett előtte. Üdvözlöm a házamban, nemes uram, köszöntötte Raymond a vendégét. Dietrich intett neki, hogy álljon fel. Nem pazaroljuk az időt udvariaskodásra. Az alapján, amit tudunk, Krisztiánnak nem sok ideje van hátra. Sietnünk kell tehát. Raymond meglepődve nézett barátaira. Márte, valami csodát vihetett végbe, ha ilyen hatalmas szövetségessel lehet. Micsoda szerencse! Az őrgróf elmagyarázta a tervét. Felkérem Randolphot, hogy a kíséretével jöjjön velem a vadászatra. Közben kegyelmedéknek feltűnés nélkül be kell jutniuk a várba, és ki kell szabadítaniuk Krisztiánt. Meg fogok állapodni a bátyámmal, hogy vadászhassunk az erdeiben. Raymond és barátai beleegyeztek, örülve a nem várt segítségnek. Cserébe azonban várok valamit kegyelmedéktől, adta tudtukra az őrgróf. Amit csak kíván, uram! Biztosította Raymond, és meghajolt. Miután kiszabadították a barátjukat, visszamennek a bátyám udvarába, és mindent megtesznek, hogy leleplezzék Oroszlán Henrik kémnőjét. Amúgy is ez volt a tervünk, már csak Otto őrgróf iránti hűségünk miatt is. Helyes, válaszolta Dietrich. Ezért is gondoskodom az elterelő hadműveletről. Nem szabad, hogy Randolph vagy az emberei meglássák, hogy felismerjék kegyelmeteket. Abból kell kiindulniuk, hogy azonnal kegyelmeteket fogja vádolni, ha sikerül Krisztián kiszabadítása. Persze nem csinálhat belőle nagy ügyet, hiszen Krisztián hivatalosan már nem él, de először kegyelmedéknél fogja majd keresni őt. Ne aggódjon, biztos rejtek helyre visszük. Akkor ne vesztegessük tovább az időt. Amikor azonban a férfiak rövid pihenés és gyors reggeli után útnak akartak indulni, heves vita támadt közöttük. Lucas makacsó ragaszkodott hozzá, hogy részt vessen a mentőakcióban. Megtetted a kötelességedet, és nagy dolgokat vittél végbe, de még ha titokban osanunk is be a várba, számolnunk kell azzal, hogy vérontásra kerülhet sor. Apródoknak, s nincs keresni valójuk ott, mondta Raymond határozottan. Lucas mindez nem győzte meg. Krisztiántól tanultam meg a fegyverforgatást, ő a tartomány legkiválóbb bajvívója, és rám bízta a kardját, tehát használni is fogom, hogy kiszabadítsam őt. Dühösen nézett a három lovagra, és azon gondolkodott, büntetést kap-e a pimasságáért. Közben Dietrich őrgróf odalépett hozzájuk. Ha olyan sokat kockáztatott és ért el a lovagja érdekében, mint ez a Márte, akkor talán magunkkal kellene vinnünk, avatkozott bele az őrgróf a vitába. Mikor lesz a lovaggá ütésed? Jövő pünköskor, uram! Az őrgróf kihúzta a kardját. Gyere, mutasd meg, mit tanultál! A körülöttük állók izgatottan felmorajlottak. Lucas nyelt egyet, és egy pillanatra elátkozta a szemtelenségét. Egy ilyen előkelő úr ellen álljon ki! Dietrich kiváló bajvívó hírében állt, aki nem félt egy erősebb harcos ellen sem kardot rántani. Lucas összeszedte minden bátorságát. Végül is meg kell védenie az ura jó hírét és az életét is, ha a többiekkel mehet. Ahogy kívánja, uram, megtiszteltetés számomra, mélyen meghajolt és kivonta Krisztián kardját. Mindjárt összesereg lett egy csapat vámészkodó körülöttük. Ezúttal senki sem szólt egy szót sem, hogy a szolgák abbahagyták a munkát.
Egy apród az őrgróf ellen, kilátott már ilyet. Lukász egy utolsó pillantást vetett Mártéra, aki bátorítóan rámosolygott a fiúra. Lukász ellenségetett minden más gondolatot, és a kardjára és az ellenfele kardjára összpontosított, ahogyan Krisztián tanította neki. Az őrgróf hagyta a fiút támadni, és lendületesen védekezett. Lukász hamar ráébredt, hogy Dietrich gyors és erős harcos, de minden vágást ki tudott védeni, vagy időben kitért előle. Lukász nem sokára izzadni és nyögni kezdett, ellenfele több éves harci tapasztalattal rendelkezett, és erősebb is volt nála. Lukász bátran védekezett, szúrt és kitért, fordult, de hirtelen kilátástalan helyzetbe került, és az utolsó pillanatban átcsúszott ellenfele kardot tartó keze alatt. Dietrich elégedetten mosolyogva véget vetett a küzdelemnek. Jól csináltad, apród! Kiáltotta, és a hüvelyébe dugta a kardját. Sok lovagot ismerek, akik eddig sem bírták volna. A körülöttük állók lelkesen tapsoltak, miközben a még mindig levegőért kapkodó Lukásznak nagy kő esett le a szívéről. Vigyék magukkal, szólt a Dietrich Rajmundnak, már készen áll a feladatra. Rendben, válaszolta Rajmund, és szigorúan az apródra nézett. De ne próbálj meg hősködni, megértetted? Pontosan követed majd a parancsaimat. Természetesen, válaszolta Lukász, akit dühös öröm töltött el, hogy megfizethet Randolph kegyetlenkedéseiért. A férfiak külön indultak útnak. Miközben Dietrich őrgróf és a kísérői elviszik Randolphot a vadászatra, Rajmund és a barátai titokban egy csónakon megközelítik a várat. Már te szörnyű látomásai miatt attól féltek, hogy Krisztián, ha még életben van egyáltalán, nem lesz képes menni, főleg nem lovagolni. Emellett, ha a vízen menekülnek, nem hagynak hátra nyomokat. Isten óvja kegyelmeteket és Krisztiánt, búcsúzott el tőlük Elizabeth. Az őrgróf Mártét kereste a szemével, és látta, hogy a lány hófehér arccal arra a helyre mered, ahol Dietrich az imént megvívott Lukásszal. Az őrgróf elgondolkodva egy istállószolga kezébe nyomta a lova kantárját, pedig már éppen fel akart rá ülni, és a lány felé indult. Van még valami, amit el akarsz mondani? Kérdezte Dietrich halkan. Márta rápillantott, és mintha áthatolt volna rajta a tekintete, mintha még egy álomvilágban időztek volna a gondolatai. A küzdelem ideje alatt egy képet látott maga előtt, egy fiatal férfit az őrgróf arcvonásaival, aki mozdulatlanul, vérbefagyva feküdt a bajvívótéren. Vajon mit jelenthetett ez? Dietrich fia, aki egy ideje Otto udvarában kap kiképzést apródként, még nem érte el azt az életkort, hogy lovagi tornákon vehessen részt. Először még át kell gondolnom, szólalt meg végül a lány. Isten óvja kegyelmedet és a többieket.